megtiszteltetésért, hogy egy számomra nagyon szeretett és kedvelt sportoló a mai vendégem, akivel beszélgetni fogok, aki fölteszi a kérdéseit, akinek a válogatottban két emlékezetes gólján is volt szerencsém jelen lenni a Népstadionban. Mind a románok, mind az angolok ellen nagyszerű szabadrúgás gólt rúgott. Aki német bajnok volt, majd a csapatával a BL legjobb 8 csapata közé verekedte magát, és aki maga ma is nagyon aktív a sport területén, Rutka Jánosról van szó. Engem az nagyon-nagyon érdekelne, hogy ugye a kormány azért egy elég erős támogatási programot dolgozott ki itt a TAO rendszeren belül, és talán itt egy kicsit párhuzamot is vannék a külföldi és a magyar játékos arányaival és számukkal abban a tekintetben, hogy ez a nagyon sok pénz, ugye, amely valahogy beáramlik a futballban a támogatásokon keresztül, ugye ezt arra szánják a vezetőink, döntéshozóink, hogy emeljék ugye az akadémiák színvonalát, emeljék a labdarúgás színvonalát, és az utánpótlásba olyan feltételeket teremtsenek, amelyek predesztinálják az egész rendszert arra, hogy kikerülve a fiatalok, ugye játék lehetőséget kapva, egy még magasabb szolgáltatást tudjanak nyújtani majd a felnőtt válogatottba, ugye a szurkolóknak és az erre kíváncsiaknak. Viszont nekem ez egy picit ilyen ambivalens történet, mert ugye nagyon sok pénz megy bele, viszont amikor meg játék lehetőséget kellene nekik biztosítani, akkor meg ugye oda jutnak, hogy hát mégiscsak külföldi játék, és mégis külföldről hozzuk a játékosokat. Nem a külföldiek oldalán, hanem a magyar oldalról próbálnám megközelíteni ezt a kérdést, és mondjuk azt mondani, hogy adott pillanatban a pályán 8 magyar játékosnak kell lenni, ami persze, valljuk be őszintén, kijátszása az Európai Uniós szabályozásnak, de hát ha átmegy, hát ha találunk egy kiskaput, amivel el tudjuk érni azt, hogy az utánpótlásunk és a magyar játékosok lehetőséget kapjanak arra, hogy fejlődjenek, hogy tényleg azért, amire azt tegyék, amire az életüket tették föl. Miért jó ez, hogy stadionokat építünk, segítjük a futballt, nem csak a futball, ugye az ötlátványsportot a TAO-n keresztül, van ennek bármi foganatja, jött-e ki olyan játékos az elmúlt időszakban, aki megmutatta volna, hogy mire képes, stb. Az embereknek a szociális, egzisztenciális helyzet olyan szinten megroppant, hogy sokszor nagyon nehéz is megmagyarázni, miért pont most kell egy stadiont építeni, amit pedig aztán különösen nehéz megmagyarázni, hogy egy 1800 fős településen miért kell 3 milliárdos stadiont építeni. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem pusztán kommunikációs probléma van, hanem sajnos olyan sokszor attól tartok, hogy hát olyan túlszaladások is, amit nem is nagyon lehet megmagyarázni egy ilyen gazdasági helyzetben, mint amilyenben most vagyunk. Pénzek mozgásának a nem fedően tiszta volta az, ami sokszor kritika tárgyát képezi, és sokakban fölmerül annak a gyanúja, hogy valójában nem is a sporttámogatás az elsődleges célja bizonyos helyzetekben a TAO-nak, hanem valami fajta politikai pénzmozgás. Én nem akarok vádolni senkit, de azért lássuk, hogy a levegőben van ez a fajta társadalmi vélekedés, és bizonyára nem alaptalanul sajnos, úgyhogy ezt egy nagyon komoly veszélynek érzem. Szüntessük már meg végre azt a helyzetet, hogy a különféle szakosztályok, vagy különféle sportkörök vagy kluboknak a vezetésébe politikusok kvázi beejtőernyőznek és kisajátítják az ezzel járó népszerűséget, cserébe azért, hogy majd ők oda támogatót vagy pénzt hoznak, és ezáltal függő helyzetbe hozzák a sportéletet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valamiféle rendszerváltozásra vágyik a magyar sportélet, és ebben a Jobbik, amit tud, megtesz, és nem azért, hogy mi a most ott lévő fideszesek, vagy korábban ott lévő MSZP-sek helyére jobbikosokat ültessünk, hanem tényleg szakembereket. Mindig volt egy nagyon-nagyon erős kezdet, és minden magyar ember hatalmas vágyakozással tekintett mindig a tavaszi fordulók elé. Aztán a márciusban lévő két selejtező az általában el is vette az emberek kedvét, mert ugye akkor realizálódott Isten igazából, hogy matematikailag még maradt bár esélyünk, de Isten igazából semmi esélyünk nincs a továbbiakra nézve. És most először fordult az elő, hogy még átéljük úgy a nyarat, hogy mindenki bizakodhat abban, hogy tovább léphetünk, és szerintem erre meg is van minden támogatottsága és minden ereje a válogatottnak, hogy ezt a embereknek a régi nagy álmát, hogy hosszú idő után kijussunk világeseményre, ezt teljesítse. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez bizonyíthatatlan, amit most mondok, de egy sikeres sport a nemzet életében az nem pusztán lelki pluszt ad az embereknek, hanem én meggyőződésem, hogy ez a GDP-hez is
hozzájárul. Tehát a sport igenis lehet üzlet is olyan értelemben, hogy ha jó a sport, ha sok a néző, ha sokan akarnak reklámozni a sportba, akkor ez egyszerűen fűti a gazdaságot is és erősíti. Tehát, sőt, ezt aztán végig nem tudom bizonyítani, de akár az emberek is örömmel járnak dolgozni, vagy jobb kedvel mennek be másnak munkába.